beköszöntött a gyermekek és az iskolások által várva várt nyári szünet időszaka. A szórakozás, a kirándulás, a gondtalan pihenésnek a, és a szabadságainknak a leginkább kedvelt nyara elé nézünk. Ugyanakkor ilyenkor sem pihennek a bűnözők, nem mennek szabadságra, így nagyon fontos a nyári szünidő elején átgondolni azokat az alapvető vagyonvédelmi szabályokat, esetleges veszélyeket, ami ebben az időszakban is megérhet bennünket. A nyárnak az egyik legkedveltebb időtöltése a strandolás. A strandoló viszont sajnos kedvenc célpontja a tolvajoknak. Amikor útnak indulunk a fürdőhelyekre, gondoljuk át, hogy melyek azok a legfontosabb értékek, amelyeket magunkkal visszük, és csak a legszükségesebbeket tartsuk magunknál. A strandolás során érdemes és ajánlott igénybe venni az értékmegőrzőket, amennyiben esetleg nem áll rendelkezésre, vagy nem kívánjuk azt igénybe venni. Fontos, hogy mindig figyeljünk az értékeikre, beszéljük meg, egyeztessük, és mindig legyen valaki, aki felügyeli azokat. A törülközővel történő letakarás nem fog megvédeni bennünket, nem a legjobb módszer arra, hogy megoldjuk a vagyontárgyainknak a biztonságát. Sokan lesznek, akik autóval érkeznek, a strandok, illetve a szórakozóhelyek, rendezvények helyszínére. Kérjük, hogy minden esetben vegyék ki az értékeket az autóból, jól látható helyen az utastérben, és még a csomagtartóban se hagyjunk értékeket. Ellenőrizzük a nagy melegbe, hogy fölhúztuk-e a gépkocsinak az ablakát, és természetesen a pihenés során se hagyjuk jól látható helyen az indító kulcsot. Ebben a nagy nyári melegben fontos az is, hogy még nagyon rövid időre sem hagyjuk a kisgyermeket, vagy esetleg házi állatunkat a kocsiban, ugyanis az utastér nagyon gyorsan fölmelegedhet, és rendkívül veszélyes lehet rájuk nézve. Lesznek olyanok is a nyári időszakban, akik elutaznak a nyaralás során, és egyedül üresen marad otthon a lakás, a családi ház. Fontos, hogy gondoskodjunk a pihenésünk megkezdése előtt az otthonaink biztonságáról is, akár elektronikus riasztóberendezésekkel, akár pedig egy szomszéd, rokon vagy ismerős segítségét kérve, aki a távollétünk alatt felügyeli majd az ingatlant, és gondoskodik arról, hogy ránézzen, biztonságban legyen. A nyári időszakban a strandolások, a fürdések időszakában fontos az, hogy azokat a kijelölt fürdőhelyeket, strandokat részesítsük előnyben, amelyek biztonságosak, szemben az ismeretlen folyóvizekkel vagy bányatavakkal, amelyeknek az állandóan változó mélység, illetve változó vízhőmérséklet miatt szintén veszélyesek lehetnek, így a strandok és a kijelölt fürdőhelyeket ajánljuk igénybe venni. A kisgyerekeknek, mint mondtam, ez a legkellemesebb időszak, a nyári szünet időszaka. Nagyon sokan lesznek sajnos szülők, akik nem fogják tudni megoldani egész nyáron át a felügyeletüket, holott a gyerekek védelmét és biztonságát leginkább a szülői felügyelet gyakorlása biztosítja. Azok a gyerekek, akik egyedül lesznek majd otthon, kérjük a szülőket, hogy beszéljék meg velük, figyelmeztessék őket a szabályok betartására. Nagyon jó időtöltés az interneten szörfölés, de ott is nagyon fontos, hogy az idegenekkel szemben óvatosak legyünk, ne tegyünk közzé magunktól személyes adatokat, vagy éppen annak az adatát, hogy elutazott a család és üresen van otthon az ingatlanunk. És természetesen a nyár a fesztiválok és a rendezvények időszaka is, amikor a nagy tömegeket vonzó rendezvényeken veszünk részt. Itt is nagyon fontos a vagyonvédelmi szabályok betartása, az értékeinkre való odafigyelés, de megfontolandó az is, hogy elfogadunk-e idegentől bontott innivalót, amikor hazaindulunk a rendezvény helyszínéről a késő esti órákban. Ne egyedül tegyük azt, kerüljük el a kihalt helyeket, és beszéljük meg egymással, hogy egymást kísérve, segítve induljunk útnak a késő esti órákban. Ahhoz, hogy ezt a nyári pihenés időszakát, a gondtalan időtöltést ne árnyékolja be egy jogsértésnek a bosszúsága, a vele járó kellemetlenség, fontos, hogy átgondoljuk a legalapvetőbb vagyonvédelmi szabályokat. Ehhez kíván segítséget nyújtani az idei nyáron is a Vas megyei Rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési alosztálya. Munkatársainkkal a nyár folyamán, itt a strandokon is, fürdőhelyeken, nyári rendezvények alkalmával találkozhatnak az érdeklődők.
Az országos és a saját kezdeményezésű bűnmegelőzési programjaink keretében várjuk az érdeklődőket az információs pontokon, mobil bűnmegelőzési centrumokban, ahol személyes konzultációt, tanácsadást biztosítunk az odalátogatók részére. A mai napon itt a Sárvári fürdő területén bűnmegelőzési strandpartit tartunk, ahol kicsiket, nagyokat, családokat, időseket egyaránt várunk interaktív játékokkal, keresztrejtvényekkel, totokkal, bűnmegelőzési tájékoztatókkal. Mindenkinek nagyon gondtalan és biztonságos nyaralást kívánok. Az ország minden egyes rendőrkapitányságának 20 feladatot jelent a nyári turisztikai idény, hisz az utakon is megnő a forgalom, illetve a strandokon is egyre több ember látogat ki. Ez nem teljes mértékben igaz a Sárvári rendőrkapitányságra, hisz itt nálunk a városban gyógyfürdő az egész évben üzemel, tehát nálunk a turisztikai időszak az nem csak a nyári hónapokra korlátozódik, hanem gyakorlatilag egész évben folyamatos. Ugyanakkor a nyári időszakban a külső medencék megnyíltával, illetve lényegesen több látogatóval, azért természetesen nekünk is több dolgunk van. Kiemelt módon figyelünk az itt nyaralók, itt pihenők vagyonbiztonságára, valamint komoly kihívást jelent a nagy számú gépjárművek parkoltatása, illetve az ilyenkor megnövekedett forgalomnak a kezelése. Mint az előző években, idén is én úgy gondolom, hogy a kapitányság rendőri állományának ennek a kezelése lesz a legfontosabb feladat. Kezdődött a vakáció, ilyenkor a gyerekek felszabadulnak, és ugye többet közlekednek. Arra kérjük a szülőket, illetve a nagyszülőket, hogy mindenképpen a gyerekekkel beszélgessenek a közlekedés alapvető szabályról, ismerjék meg a gyalogosokra, pedig a kerékpárosokra vonatkozó szabályokat, úgyhogy bátran tudjanak és biztonságosan közlekedni. Nagyon fontos, hogy a járművezetők azokon a útszakaszokon, helyszíneken, a gyerekek előfordulása nagyobb százalékban történhet, fokozott óvatossággal, figyelemmel közlekedjenek. Ilyenek például a strandok, fürdőhelyek, illetve a játszóterek környéke, ahol a gyerekek felszabadultan játszanak és esetleg figyelmetlenebben közlekedhetnek. Ilyenkor nagyon fontos, hogy a járművezetők úgy közlekedjenek, hogyha a veszélyhelyzet van, meg tudjanak állni. Jellemzően a nyári időszakban megnövekedik a főútvonalaink forgalma, ez köszönhető annak, hogy a turisztikai szezonban nagyon sokan közlekednek Balatonra, illetve a normál hétköznapi forgalomra is rátevődik az a üdülni, pihenni vágyoknak a közlekedése, és ilyenkor jelentős számban megnő a járművek létszáma a közutakon. Nagyon balesetveszélyes, mikor Hongolyban közlekednek és figyelmetlenül szabálytalanul próbálnak előzni, elővel jutni. Tehát kérjük, hogy az alapvető közlekedési szabályokat tartsák be és fokozott óvatossággal közlekedjenek. Amennyiben időváltozás lesz, akkor is kérjük, hogy erre készüljenek fel, hiszen a statisztikai adatok azt mutatják, hogy mikor frontok érkeznek, jönnek, mennek, akkor a balesetek száma megnövekszik. Nagyon fontos, hogy a gyalogosok és a kerékpárosok a láthatósági eszközöket, mellényeket viseljék, hiszen ebben az időszakban többen közlekednek gyalog kerékpára, és a korlátozott látási viszonyok között ezek a közlekedői csoportok jobban észlelhetőek a balesetek megelőzésére.